Sziasztok, daráljunk, mégpedig Achilles 98 pályáját, a Vulcano-t. Nem igazán értem, miért van angol címe, teljesen magyar a pálya. Biztos. Szóval a Vulcano, valószínűleg sokan ismeritek, én is ismertem már korábban, találkoztam vele, úgyhogy most jól be is szólhatok rajta. Jó, akkor kezdjük. Így kezdünk, köszöntelek a The Volcano Adventure Map-on. Jézusom, ez kevés az 1 liter water, ez egy egész óceán. Aztán a másik tábla, jó szórakozást, sok szerencsét. Így néz ki a szoba, akkor lássuk a szabályokat. Játsz easy, normálon vagy hardon. Ezt is miért kellett angolul írni? Nem szabad kijutni, lerakni semmit. Csak fáklyákat, illetve karokat szabad lerakni. A ládákban találtakat mind használhatod, ne hagyd ki egy fejezetet sem. Szabadon készíthetsz kardot, páncélzatot, fáklyát, élelmet. Útmutató. A játékban elrejtett kincseket találhatsz. A töklámpások segítséget jelentenek, ha követted őket. A pálya jó Minecraft ismereteket igényel, hajjaj. Tartalmaz Adventure, Parkour és Puzzle rész. Ezekben a szövegládákban találod a szövegeket, jegyezd meg jól, hogy néz ki. Addig áll rajta, amíg nem hallod, hogy elmozdul a piston, meg egy liter water. Na most az a vicces, hogy tényleg így működik, tehát rász a nyomulapra, ott vársz, 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 és pár másodperc múlva tényleg dugattyú hang van. El nem tudom képzelni, mi van a háttérben. Jó, persze nem mai pálya, szóval oké, én már nem használok dugattyút, de nem tudom, mire kell várni, hogy mi történik, szóval elképzelni nem tudom, hogy mit csinál az ott a háttérben. Érdekes. Fölmegyünk a létre, akkor egy házban találjuk magunkat, úgy látszik a pincében voltunk. Igazából nincs megjelölve, de valószínűleg ez a saját házunk, sőt aztán később ki is derül. Ja igen, igen, később kiderül, oké, megvan. Tehát, hogy ez a mi házunk. Egész szépen be van rendezve, teljesen korrekt. A bejárati ajtó előtt két tábla állja utunkat, nézz szét a házakban, keresd meg a jósnót, egy üzenet vár rád. Eddig tök homály, de oké, hát akkor csináljuk, amit a táblák mondanak. Ezen a részen kicsit kóvályogtam, benéztem a házakba. Hát a házak azok se nem nagyon különlegesek, már mint a díszítésük, se nem nagyon csúnyák, olyan teljesen átlagosak, teljesen korrekt. Fölismerhető, hogy házak. Pár perc keresgélés után találtam is egyet, amiben szövegláda van. Gondolom észrevetted, hogy egy lélek sincs a faluban. Mindenki elmenekült, mert a jelekből ítélve hamarosan ki fog törni a falu melletti kis vulkán. A nagy részét elfedte már a föld, ezért tűnik olyan kicsinek. Volt vulkán? Síjes innen te is még mielőtt valamit bajod esne, oké. Hát jó, hogy mondod. Az erdőben menekültünk, ott ránk fogsz találni, csak kövesd a bokrokat, mint amilyen az ajtó mellett is van. Oké, hát akkor kövessük a bokrokat. Közben azért elfilozofálnék rajta, hogy tehát most elmenekültek a városlakók, de hát én is lakó vagyok, nem? Tehát ott volt a házam. Nekem nem szóltak? De azért hagytak egy üzenetet, hogy hát elolvasom, mielőtt még beborít a láva. Hát, oké. A gazokat követem, meg is találtam egy tábort. Itt ilyen sátorszerű építmények vannak, meg egy brékelő tehén, azt nézzétek. Itt is jól körülnéztem, kifosztottam a sátrakat. Ha nagyon szigorú lennék, akkor azt mondanám, hogy hát itt se találtam egy embert, úgyhogy innen is elmenekültek. Egy idő után megtaláltam a második szövegládát, és ez a szöveg a csúcs ezen a pályán, tehát tényleg a top. Ezt figyeljétek, üdvözöllek! Végre ide értél. Én is örülök neked, meg minden. Látom rajtad, hogy már is kezded unni a tábort. Hát, hogy ne, elmenekültem egy vulkán elől, vagy a láva elől inkább, és de már is húzni kell, hát ha még elcsap a láva, nem tudom mi. A nagy ajtó zárva van, viszont én tudom, hogy szökhetsz meg. Ja, már is meg akarok szökni, meg mi az, hogy be vannak zárkozva. Ah, mindegy, nem tudom, én nézem néha magam hülyétnek, hogy logikát keresek. De előbb valami harapni való, nem? Rendben. Jó, ezt megbeszéltük. Szóval annyi a faladatod, faladatod, hogy lereszkedsz ezen a létrán, ahol egy próba vár rád. Ha sikerül, akkor nyitva az ajtó és mehetsz. Miután végeztél, még mondok valamit. Tehát a második könyvet majd utána olvasom el.
Oké, tehát van egy ilyen tábor, be van zárva, és ahhoz, hogy kinyissam, egy próbát kell teljesítenem. Nem mondok semmit. De mi is ez a próba? Üveglabirintus. Ez egy üveglabirintus, de jó, hogy mondod, ahol 10 kar van a falakon. A feladatod az, hogy megtaláld azt a kart, ami kinyitja a tábor ajtaját. Nem mondok semmit. Vigyázz, mert minden egyes kar meghúzásával zombik potyognak a labirintusba. Még mindig nem mondok semmit. Úgy tudod biztosan, hogy megtaláltad a megfelelő kart, hogy elő fog törni a láva. Oké, ugorjunk. Jó, azért mondok pár szót, hát ha vannak itt új nézők, és nem tudják, hogy mire gondolok. Tehát az van, hogy oké, be van zárva, tehát ezt még meg tudom emészteni, hogy bezáródott. Nem, ezt sem tudom megemészteni, de az üveglabirintushoz képest még oké. És akkor úgy lehet kinyitni, hogy én egy üveglabirintusba a zombik ellen megyek, meg láva fog beömleni. Annyira irracionális. Nem tudok rá jobb szót mondani, tényleg. Tehát miért? Még az is oké lenne, hogy valaki elejtette a kulcsot, beesett a csatornába, és akkor le kell másznom, és ott kell turkálnom a izében. És nem, így üveglabirintus így föl van építve, és... értitek. Feladat elvégzése után oké. Lehet, hogy nem volt a legjobb ötlet az, hogy a táborba jöttél. Na most már mindegy, nyitva az út a faludhoz, remélhetőleg már tovább folyt a lába, otthon a házadban egy kicsit megváltozott valami. Nem mondok semmit. Találj rá is, légy bátor. Ez a légy bátoros dolog azért tetszik, majd ha aktuális lesz, akkor mondom, miért tetszik. De egyébként elmondom, hogy mi a gondom, amíg visszaérek. Tehát elmenekültünk a láva elől, mondjuk én azt sem nagyon értem, hogy hát ott hagytak, aztán oda mentem a táportba, de onnan rögtön elhúztam. Tök mindegy. Tehát, hogy elment a láva, akkor elvileg leégett minden, úgyhogy miért mennék vissza, de egyébként nem, minden éppen maradt. Aztán ez a házamban megváltozott valami, ez... hát végül is nem tudom, mit várok, tehát van ez az üveglabirintus, ami kinyitja a tábor ajtaját, hát akkor, ha egy táborajtót ki tud nyitni, hát ezzel a logikával akár a házamat is megváltoztathatja. A változás az, hogy kinyíltak a könyvespolcok, van mögött egy karambel, egy hatalmas lyukat lehet kinyitni, hát most ez mit keres a házamban, azt nem tudom. És akkor most ugye itt jön az a légy bátor dolog, hogy le lehet ugrani. Persze valószínűleg leugrik a játékos, mert hát biztos azért nyújtsd, hogy lemenjek, de mégis valahogy az a hangulatom támadt ettől, hogy egy kis hang megszólalt a fejemben, hogy hezitálás közben, hogy hát én korábban azt olvastam, vagy azt mondták nekem, hogy legyek bátor, akkor leugorhatok. Lent egy halálsötét barlang van, de nem gond, mert lehet használni a fáklyát. Itt van is egy tábla, nagyon helyes, emlékeztető, nagyon korrekt. Van benne egy kicsi mellékisz, hogy igazából úgy tudja az ember elolvasni a táblát, hogyha használja a fáklyát. Szóval, hát, kicsi csántit. Egy kis gyaloglás után egy terembe érkezünk, ahol volt egy kis harc, igen. Megajtók vannak. Fogalmam sincs, hol vagyok, mi ez a dolog. De oké, mivel csak az egyiket lehetett kinyitni, ezért hát egyértelmű volt a folytatás. Még pár perc ballangászás után egy egész jó látvány tárul a szemünk elé, egy föld alatti falu. Itt van a harmadik szöveg, ami végre megmagyarázza, hogy tulajdonképpen mi a franc is történt az utóbbi percekben. A házadban megtalálta egy lejárót a titkos alagutakhoz. A nagyharcok idején építhették, hogy elbújhassanak a lakók, ám ezt az ellenség is felfedezte és hozzákötötték ehhez, vagyis a föld alatti városhoz, ami most az ellenség titkos búvóhelye. Tehát egy titkos alagút, titkos búvóhely, titkos város találtam. Egy kis segítség, jobb oldat van a lépcső, azon lejuthatsz, keresd meg a kémrejtek helyét, tök lámpás. A kuckók mögött és a falba épített házakban értékes kincseket találhatsz. Mi az, hogy a kém? Szó se volt ideig kémről. Ha a lépcsősor végén esni kell, akkor nem tudom, hogy közlekednek a lakók. Biztos van más kijárat is. Már fönt kinéztem, hogy hol van a tök, úgyhogy így nem volt nehéz megtalálni a kém házát. És itt is van a negyedik szöveg, a padlóba építve. Fura. Üdvözöllek, rejtek helyemen, fiatalember.
Én egy kém vagyok, na nem mondod, de régen a falutokban laktam. Nagyon kell vigyázni ezekkel az emberekkel, de tényleg akiket szintén nem láttam, ha csak nem a zombik, mert zombik azok hörögtek. Mondok róluk egy pár szót. Törzsük évezredek óta a föld alatt él, de nem úgy fejlődtek, mint mi. Hoho. Összezzel tákult faházakban laknak. Nem, mint a fönt nem faházak lettek volna. Testüket alig fedi ruha, és csak egy valamihez értenek, a harchoz. Az ő törzsük és a mi népünk folyamatosan harcban áll egymással, érdekes, én nem tudtam róla. És attól tart, úgy látszik, én nemrég költöztem abba a faluba, most így kezdem így földeríteni a dolgokat. Hol is voltam? Harcban áll egymásra, és attól tartok, most is készülődik valami. A jobb oldalon egy nagy kődombon áll a főépület. Alul a tör ki a láva. Egyedül csak azok az emberek, akik ott vannak, azok élik jól az életüket. Hát ez egy nagyon érdekes mondat. Egyedül csak azok az emberek, akik ott vannak, azok élik jól az életüket. Jó, mindegy, menjünk tovább. Miután kipihented itt magadat, kipihented magadat, fel kell menned oda. Az egyik szobában, ha ügyes vagy, találhatsz egy bájtát és egy utasítást. Ha felkészültél, indulhatsz is. Jó. Minek? Hova? Mi a cél? Miután jól kiraboltam a kémet, meg jól lekardoltam a zombikat, mentem a főépülethez, azt hiszem így hívtam. A főépületben van asztal, meg székek, jobb oldalt egy ilyen raktárszerű építmény, vagy szoba. Ha jól emlékszem, minden láda üres volt, csak az egyikben volt ez a lávabot. Azt mondja, smite, meg knockback, meg fire aspect, hát ez semmi, egy atomübertáp sétapálcához képest. Atomüvel tápsétapálza. A másik oldalon szintén egy kis terem, táblával merülj a domb alá. Itt vannak karok, el kell találni a kombinációt, és akkor megkapjuk a bájítat. A gondom az, hogy hát egyáltalán egy kombinációs zár van, ezt nem szeretjük, tehát most mérjük azt, hogy lottozni kell. Mindegy, végül is csak 4 kar, tehát ez még nem az a vészes mennyiség, talán. Miután megfürödtünk a jó meleg lávába, jön a klasszikus kocsizós rész. Az egyetlen gondom az, hogy hát még mindig nem tudom, hogy mi a célom, hogy hová tartok. Mindenki csak küldözget, hogy most menj a táborba, most menj ki a táborból, mert te ki akarsz menni a táborból. Aztán leugrok, és akkor menj a kémhez, a kém pedig elküld innen. Tehát igazából csak úgy küldözgetnek ide-oda, de nem tudom, hogy hová tartok. Lehet, hogy biztos én vagyok ilyen értetlen, de hát most mit csináljak? Igen, egy ilyen vicces hiba miatt sikerült úgy beleszállni a kocsiba, hogy alacsonyabban vagyok, úgyhogy nem látok semmit az utazásban. Érkezés után jó kisfiú bódjára végtoltam a kocsit. Ez ami dugattyúkat aktivált, lehet, hogy még nem kellett volna oda tolni, mindegy. Azt mondja, van itt egy tábla, egy börtönbe kerültél, a te feladatod, hogy kiszabadulj. Fordulat? Ezen az úton szállítják a rabokat a börtönbe, ahova most te is jutottál, és nem tudsz könnyen menekülni. Nagyon érdekes fordulat, de miért az volt akkor a feladat, hogy... Tehát tényleg az volt a feladat, hogy szánt szándékkal menjek börtönbe? Jó, tovább. Egy barátod is fogságba... Egy barátod is fogságba esett itt. A legszigorúbb börtön most elhagyták az őrök. Egyedül csak ti maradtatok. Miért hagyták? Mindegy. Folytassuk. A kocsi kinyitott egy lyukat, amin át lehet menni a szomszédos cellába, és itt van egy ládámban virág van. Na, elmondom, tehát az a lényeg, hogy a ládából ki kell venni a virágot, és kidobni a falon egy lyukon a nyomólapra, és ez kinyitja az ajtót. Tetszik ez a játékmenet itt? Hát, ha még ilyen nagyon, hogy is mondjam, irracionális, tehát azért egy börtönben nem rakom ki a folyosó közepére a kulcsot, vagy ami nyitja a cellát, de tetszik ez a szabadulós játékmenet. Mindig meg kell tálni a módját, hogy hogy lehet tovább jutni. Utána az egyik cellába az ágyon keresztül tudunk menni, vagy mi, és egy kombinációs zárral tudjuk kinyitni át a irodának, vagy nem tudom mi, a túrónak az ajtaját. Mondjuk ez is vicces, hogy a cellából lehet ezt kinyitni, de mindegy, így van. Itt pedig van 2 kar, ami a másik börtönszárnyat nyitja, vagy micsoda. Itt az egyik szobában át tudunk menni a festményen egy másikba, ahol karral ki tudjuk nyitni egy harmadiknak az ajtaját, ahol pedig virágokat kell dobálni.
Ez kinyit egy lyukat, ahová leugorhatunk. Most nem tudom, hol vagyunk, ez nem tudom, milyen része a börtönnek. Egy kis ugrálás után... Ezt most nem láttátok. Tehát egy kis ugrálás után ki tudunk menni a plafonon. Az irdatlan hosszú folyosó után három tábla. Gratulálok, kijutottál, kövesd a fáklyákat. Tip, este indulj el. Hát, este indul el halászörnyekkel. És megint az van, hogy csak küldözgetjük a játékost. Most ide menj, most oda menj. De nincs megmagyarázva. Majd ott megtudod utólag. Illetve utólag se tudtam meg, hogy most miért volt jó, hogy a börtönön keresztül jöttem. Na mindegy. Egy kis sok séta után egy ház, meg egy csonta, aki nem hagyja, hogy fölmenjek azon a nyambat létrán, de komolyan nézzétek meg, mintha direkt azért jött volna oda, hogy onnan lökdessen. Jó, fel van szerelve a lakás és egy könyv. Szervusz, házamban meghúzhatod magadat éjszakára. Bármit magaddal vihetsz, amit a ládákban találsz. Hú, de rendes. Azt hiszem, hogy az út, amit keresel, igen, egyenesen előre, vagyis keletre, a dzsungelbe. Egyenesen keletre vissza dzsungelbe. Tehát az út, amit keresek... Nem is tudtam, hogy én keresek valami utat. Találnod kell a közepén egy vízesést, ami mögött egy csapóajtó húzódik. És mi a halálnak menjek én a vízesésbe a csapóajtóhoz? Na mindegy, ugorjunk, hosszú lesz a videó. A csapóajtó alatt terem, gomb, kapunk kart, lerakjuk, ajtó, kocsikázást, most sikerült jól beszállni, mindent látni. Egy ilyen érdekes helyre jutunk, ami tele van cobblestone-nal meg szörnyekkel. Az egyik részén van egy lyuk, amin tovább tudunk menni, megint cellák. Rátaláltál a csapóajtóra, valamint a régi sínre, óriási földrengés történt, és a föld alatti várost eltemette a törmelék, tehát az volt ez a sok cobblestone. Egyedül ezek a cellák maradtak épségben, szóval mi más marad népségben, mint a cellák. Szóval ez a hely majdnem teljesen megsemmisült, vagy mégsem? Az ellenség kincse még rád vár, juhú, csak annyit kell tenned, hogy követted a lábát. Ajaj, viszont ennek a cellának a számát jól jegyezd meg, később szükséges lehet. Tehát kombinációs zár lesz. Jó, haladjunk, haladjunk. A lábát követve eljutunk egy másik nagy terembe, amiben ezúttal lába van, és dugatjuk, táncolnak a közepén. Itt, mivel először a kombinációs zárat láttam meg, és sejtettem, hogy ide fog kelleni a kód, ezért ezzel kezdtem, és nem a szövegolvasással. Nem baj. Felkészülés a leállásra, 3-2-1... Ügyes vagy, a vulkán leállt, most olvasd a következő szöveget. Csak azt nem tudtam, hogy én a vulkánt akarom leállítani, de egyébként minden oké. Igen, ez egy vulkán. Télnyileg bedöltél a kincs szónak. Igazából mégis van kincs, de ez az ellenségnek más jelent. Hoppá, hoppá. Vagyis a vulkán alján látható pumpát. Ez itt az irányítószoba, innen működtetik a pumpát, ami aztán felpumpálja a lávát. Cseh. És kitör a vulkán. Azt hiszem, ez a tűzhányó tört ki a falutok mellett, a másik szobában leállíthatod a folyamatot, ha beütöd a kódot, amit egyszer megjegyeztél. Feladat elvégzése után ügyes vagy, most menj vissza a láva mellett a nagy terembe, vagyis a föld alatti városba, illetve a romjaiba, majd menj fel azon a rács lépcsőn, ami visszavezet a régi, már kissé beomlott alagutakba. Tehát vissza a láva mellett a romokhoz, fel a rács lépcsőn, egy kis barlangászás után visszajöttünk abba az ajtós terembe, illetve annak a másolatához. Megjegyzem, ez a része nagyon tetszik, tehát hogy így olyan, mintha tényleg megváltozott volna közben a terep. Hangulatos. És aztán megint mehetünk a barlangba, a sötétbe. Ez egy kicsit, hogy is mondjam, idegesítő rész volt, túl hosszú volt ez is. Tehát perceken keresztül csak mentem, csak mentem, csak mentem, csak mentem. Fú, túl hosszú volt. Azért nem volt olyan hosszú, mint a másik pályán a dzsungel, de itt is csak a játék által generált terepen csinált útvonalat. Ezt gyorsabban megunja az ember. A végén egy kis zene, nagyon hangulatos, tetszik. Készítette Achilles 98, leállítottad a vulkánt, megmentetted a városod. Gratulálok, a falu megmenekült. Az emberek visszaköltöztek a házakba, és végre te is hazatérhetsz. Emellett a falusiak nagyon köszönik, amit értük tettél, és hálájuk jeléjük drágaságokat, majdnem azt mondtam, hogy drágaságokat, de drágaságokat adományoztak neked. A balra lévő vashajtó mögött van a láda. Igazából az ajtó mögötti láda csapda, tehát csak az derült ki, hogy mennyire utálnak a falusiak.
Na akkor egy gyors összefoglalás. A történet az nekem nagyon kaotikus volt, tehát sosem tudtam, hogy most mit akarok csinálni, csak menj ide, menj oda volt. Most a végén azt hiszem, nekem a végéből az derült, hogy tulajdonképpen én le akartam állítani a vulkánt. Hát vagy nem tudom az a tábornál, hogy oda megyek, aztán már is unatkozok és el akarok menni, vagy mi a túró. Szóval ezt egy kicsit nem értettem. A feladatoknál voltak jók és rosszak is, a börtönse az kifejezetten tetszett, ott mondtam is, még ha irracionális, de akkor is hangulatosabb volt, hogy úgy meg kellett tanítani, tehát kicsit az észt is mozgatta. Nem az a szokásos volt, hogy ó, parkour, akkor ugrálok, ó, labirintus, akkor kóvágok, hanem valami kicsit más. A mélypont meg számomra a feladatoknál meg az az üveglabirintus, tehát miért az nyitja, na mindegy, nem kezdem el újra. Köszönöm, hogy néztetek, a kézikönyv óvjon.